Köszöntöm a nézőinket. Ma este ismét láthatnak külön kiadást. Ezúttal dr. Székely Zsolt fogorvos a vendégünk. Köszöntöm itt a stúdióban. Azért hívtuk meg önt ide, mert úgy hallottuk, hogy készül egy valamilyen sürgősségi pont a fogászati ellátásokra. Erről, hogyha beszélne nekünk, hogy ez pontosan mit is jelent, mit akart, miért van rá szükség. Jó estét kívánok! Azért van szükség rá végül is, mert járványtani szempontból a legészszerűbb összevonni a sürgősségi eseteket. Hát minden kisebb legyen a szórás, ahol a paciensek járnak. Gyakorlatilag ennek érdekében volt olyan előremenetel is, hogy Hargita megyébre vonják össze egy pontba az egész sürgősséget. Végül is ez nem jött össze, így akkor a végeredmény az lett, hogy a három városba három sürgősségi pont jött létre, Udvarhelyen, Csíkban is elindultak már, és akkor Gyergyó-medencébe is egy olyan pontot hoztunk létre, amelyiknek a lényeg az, hogy egy olyan egységben van, amelyben semmilyen más aktivitás nincsen. Tehát úgy értem, hogy nincs mondjuk egy családorvosi rendelő mellette, vagy nem laknak benne. Tehát egy teljesen különálló rendelőt használunk fel erre a célra. És elvileg ez a legbiztonságosabb módja a vírus terjedésének a csökkentésére. Miért van szükség erre a pontra? Tehát ezelőtt, amikor a szükségállapotot kiirdették, akkor arról volt szó, hogy be kellett zárni a fogorvosi rendelőket is, viszont a sürgősségi eseteket elláthatták eddig is. Így van. Mi az, ami pluszot jelent ez a sürgősségi pont ehhez képest? A kérdés az, hogy felszerelésileg mit jelent? Ellátásban, meg egyáltalán. Ellátásban semmi. Az egyetlen, ami plusz jelent, az, hogy a paciensek egy helyre fognak menni, ahol megpróbáljuk a maximális felszerelést biztosítani. Ugye ez azt jelenti, hogy mindegyikünk oda fogja vinni minden olyan felszerelését, ami a felület, levegő fertőtlenítését szolgálja, és ezáltal próbálunk létrehozni egy amennyire lehet biztonságos körülményt. Ez azért fogalmazok így, amennyire lehet, mert az ajánlott gépezetekbe ajánlanak az is, amit nem lehet beszerezni. Tehát például a levegő fertőtlenítésére is van bőven eszközünk, de az az eszköz, amit pont az állam elfogad, az nincs meg. Attól féltenül, ugye ez egy fura helyet, hogy meg tudjuk csinálni, de attól még papíron nem csináltuk meg. Tehát, hogy na, nehéz. Ezek ilyen nagyon nehéz bürokratikus kérdések, hogy is van. Tehát, ki fog dolgozni ezen a sürgősségi ponton? 9-10 fogorvos vagyunk, akik vállaltuk ezt, hogy önkéntes munkaként bejárunk, és ilyen körforgásban fogunk dolgozni. Gyakorlatilag tegnap gyűltünk össze először, és egyeztük meg, hogy jó, akkor végre megkaptuk az engedélyt erre a sürgősségi pontra, és akkor indul. Gyakorlatilag ami még hátra van az, hogy az egészen tudjunk kezdeni, a védőfelszerelések megjöjjenek, amik már ugye a múlt héten biztos volt, hogy jönnek, a héten megint biztos, hogy jönnek, de mi nem kaptuk meg őket, úgyhogy remélem, hogy a héten tényleg megkapjuk, és akkor el tudunk kezdeni mind az egészen dolgozni, úgyhogy egyenlőre a meglevő felszereléssel, akinek ugye a saját rendelébe van, az akkor be fog menni, és így ideiglenesen ellátja egyedül végül is a sürgősséget. Ki finanszírozza ezt a sürgősségi pontot? Jelen pillanatban van egy ígéret, hogy olyan vállalkozók, akik szeretnének ebbe a helyzetbe segíteni. Van ígéret erre, hogy összeírjuk az anyagszükségleteinket, ami elsősorban fertőtlenítőszerekből áll ebbe a pillanatban. Ugye védőfelszerelés is, de ugye az nem annyira fogyó áron, mert egyszer megveszük, és akkor van 10 beöltözés, akkor azzal el tudunk lenni. De rengeteg fertőtlenítőszer szükséges egy hónapos működésre. És akkor elvileg ezeket beszerezzük, és akkor ezeket ilyen finanszírozás adomány alapon majd megkapjuk, hogy hát ugye az van, hogyha bezárt mindenki, bevételünk nincsen, és önkéntes munkát végzünk, akkor bár ne a saját tartalékjainkat használjuk fel, de egyenlőre, ami nem jönnek meg ezek a tartalék, vagy ezek az anyagok, addig csináljuk abból, amink van. Tehát akkor az orvosok önkéntesen dolgoznak. Az asszisztensek is? Asszisztensek is, igen. Bátorkozik, hogy ki hogy csinálja. Lesz olyan, akik orvos-orvossal társulnak, és ketten mennek be. Van, aki asszisztens nőjével van, de az egész teljesen önkéntes alapon működik. Tehát gyakorlatilag a rendelő önkéntesen felajánlották
egy sürgősségi pontra, és milyen önkéntes szerződéssel fogunk bejárni ebbe a rendelőbe. Az ellátás kerül-e valamibe a pácienseknek ebbe, ezen a sürgősségi ponton? Nem kerül semmibe. Ez a jó hír, hogy nem kerül semmibe. A rossz hír az, hogy nagyon-nagyon szigorú szűrő van abban, hogy mi a sürgősség. Mi a sürgősség a fogászatban jelenleg? Ugye ezt törvénybe foglalták viszont, mert ugye az a sürgősség pont igazából nem foglalták törvénybe, de mégis úgy kényszerítenek forma rá. Eddig csoportosítva az van, hogy olyan fogfájás, amitől nem alszol éjjel. Ugye annak sok oka lehet, hogy nem kell felsoroljam, hogy milyen típusú foggyulladások vannak, de gyakorlatilag az az akut fájdalom, amitől már éjjel nem alszol, hogy gyógyszer nem segít, nem szünteti. Olyan fertőzés, eldagadás, genyezés, ami már életet veszélyeztethető lehet, akkor azt jelenti, hogy megnyitni azt a tájogot, azt az elgenyedést. Tehát például, hogyha egy ilyen alsó fogtájog, amelyik húzódik le a nyakra, és az antibiotikum nem segít, azt például ugye meg kell nyitni. Konkrét baleseti esetek, tehát törések, állkapos törések, fogletörések, gyakorlatilag ezek a csoportok tartoznak a sürgősségi ellátásba. Tehát ugye az van, hogy érzékeny a fogam, és nem tudok azon az oldalon hideget enni, eddig ez is sürgősség volt. Most már a törvény ezt nem engedi. El tudja ezt dönteni otthon a páciens, hogy ő most sürgősség vagy sem? Kizárólag telefonon szabad jelentkezni a sürgősségi pontba. Egy személy, egy asszisztensnő lesz az, aki felvesz a telefont, és minden tanácsot meg, amit meg tud adni, és akkor az alapján, hogyha valóban sürgősség is, nincs más megoldás, akkor lesz sürgősségre beprogramálva. Azt nem beszéltük még, hogy hol is van ez a sürgősségi pont, hová fognak konkrétan elmenni a beteg? Igen, kórház utca 10 szám, Modvár doktornak a rendelője a Rézlámpás mellett. És mekkora területet szolgálnak ki? Teljes Gyergyómedencét gyakorlatilag, Toplicát beleértve. Ez belefér? Tehát ezt el lehet látni így 24 órában? Azért mennyi sürgősség tud történni? Nagyon-nagyon változik, sokat beszélgettünk a kollégákkal. Van olyan kollega, akit két hete senki nem hívott, van olyan kollega, akit naponta 5-6-on hívnak. Gyakorlatilag ugye az asszisztensnőm, aki a telefonos szolgálatot fogja intézni, most is azt csinálja nagyjából, mert így is sokan hívják, de azt kell mondjam, hogy számítunk egy ilyen napi 2-4 sürgőségre, így a számok alapján. Mert a telefonhívások sokkal többek, de ugye van egy csomó probléma, amit gyógyszeresen még meg lehet oldani. Rendben, mikortól lehet, tehát mai naptól már? Igen, hivatalosan tegnaptól megkaptuk az engedélyt erre a sürgősségi pontra, úgyhogy mostantól mondhatjuk, hogy minden rendelő hivatalosan bezárt, kötelező módon felfüggesztette a tevékenységét, sürgősséget beleértve, és gyakorlatilag a megyében 3 sürgőségi pont van, és a Gyergyómedencei az a kórház utca 10 szám alatt. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Nézőinknek pedig figyelmébe ajánljuk, képviságunkban megtalálható a telefonszám is, amelyen majd be lehet jelentkezni erre a sürgősségi pontra. Köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra!